Kijöhettek a térre még pár száz ember ebben.
Nem. Megmondom őszintén, hogy nem, de nagyon örülök neki. Én úgy látom, más is egész lecserélődött a közönség, tiszta fiatalok. Ez egy kicsit megváltozott a generáció, de semmi probléma, hogy látok itt idősebbeket is, akik jól érzik magukat. Így van, az a lényeg, hogy mindenki jól érzi magát, úgy látom. És te se fázol. Hát így van, remélem, hogy éjfél után is mindenki jól fogja érezni magát. Megy a visszaszámlálás. 49 perc van éjfélig. Éjfélkor Bárány Attila elindítja a himnusz, és elindul vissza Budapestre, mert a Várkert bazárt is ki kell zenélnie. Közös munka! Igen. Kicsit belenyúlok, de nem szereti. Végre elmondhatok, hogy együtt játszol Bárány Attilával egy színpadon. Nagyon örülök neki! Ha hiszitek, hol az gondolom, ez a tapjas muzika éjszakája! Attila, utólag is boldog születésnapot nekem! Köszönöm szépen! Köszi! Hogy bírod ezt egy nap négy buli? Hát... Iszom, eszem, minden rendben van egyébként. Muszáj hidratálni, meg hát egészen hajnalig itt leszünk. Már egyébként itt Ajkán, de hát nekem is rengeteg dolgom van még Budapesten is, úgyhogy hú, sok leszem. Izgultam, hogy nem érsz ide fél 11-re, de persze pontosan befutottál és elkezdted a bulit. Becsésen játszottál 8 órakor, repülőgéppel jöttél, vagy hogyan? Na az én repülőgépemet úgy hívják, hogy Pinke Zoli. Neki köszönhetem a biztonságomat, az életemet, úgyhogy én rábízom magam csukott szemmel is, hihetetlen megbízható ember, úgyhogy én köszönöm, hogy a 2016-os évet is végigcsináltam mellettem. Dolgozzál, nem közben nyugodtan, majd közben kérdezünk még. Oké, boldog új évet mindenkinek! Kedves nézőink, Bárány Attilával beszélgetünk Ajkán a főtéren. Nyugodtan kérdezzetek ti is, hogyha szeretnétek. 11 óra múlt 13 perccel Attila éjfélig itt lesz Ajkán. Mindeközben adtam egy villáminterjút az én hihetetlen megbízható barátomról, aki mindig vezeti a kocsit, Pinke Zoliról, aki egyébként a kislányom keresztapja. Ma este is ő hozott el Becsésor irány, és megyünk vissza majd Budapestre, úgyhogy ezúttal is szeretném neki megköszönni. Nem tudom, hol van a Zoli, de... Most generálozza az Audi! Micsoda? Most generálozza az Audi! Dehogy is, eladjuk a francba! Yeah.
és a második, bejutsz az autóba, és zúzol vissza Pestre. Muszáj lesz, hát fél kettőkor már Pestre játszom, úgyhogy szólít a kötelesség. Sikerülni fog másfél óra alatt, Vajka Budapest? Figyelj, ha Vecsésről ideértünk kevesebb, mint másfél óra alatt, akkor Budapest tudja, hogy meg lesz. Négy kerékmeghajtás, az fontos. Jó gumi. És egy jó motor, ami megfogja az autót, meg fél. Hihetetlen, nem is értem, komolyan, szerintem halálra fagynak, vagy na mindegyik berugott, mint az atom. Egy biztos, impuliznak velem, úgyhogy nagyon jól érzem magam. Köszönöm az ajkaiaknak mindenképpen. Ajka, nem áll hozzád messze, hiszen Almádival kezdted a pályafutásodat. Így van, meg utána Veszprémben játszottam, úgyhogy nagyon sok ajkaival buliztam már az elmúlt évek során. Van egy olyan rajongom, aki legalább 10 éve követi a pályafutásomat innen a városból, de sokan itt laknak a környéken, úgyhogy nekem nagyon-nagyon kellemes emlékeim vannak ajkával. Van esetleg olyan DJ, aki Ajkáról indult és játszottatok együtt? Megmondom őszintén, nem tudom. Tehát ez egy jó kérdés. Fogalmam is, hogy ki az, aki Ajkai és ki nem. De remélem, hogy van ilyen. Én gyanítom, hogy esetleg a Sári Andrással játszottatok együtt. Hát biztosan, de ha hiszed, ha nem, az elmúlt 27 éve annyi emberrel dolgoztam együtt, hogy aki nem állandó része az életemnek, azokra nem biztos, hogy emlékszem. Szomorú vagy sem, de sajnos ez igazság. Nekem ő emlik, hogy játszott a Panorámába. Hol? A Panorámában ő játszott szerintem. Hát elképzelhető, de hát ugye a Panoráma 90-es években bezárt, most meg 2016-ot írunk, tehát már régen volt. Lesz búcsú! Hogyan tudtál leszelni, Bélem? Gyere! Szívet megragasztál! Megjövő 2016, ugyanúgy mondta, hogy mennyi veszteséget minket, és nem persze kizárólag itt az országban, hanem nemzetközi szinten, világszárok, előadók, stb. Stb. Azért a magyar nép számára egy kis elégtételt hozott. Mert divat lett újra szurkolni a focistáknak! Hajrá, magyarok!
már csak 40 perc van éjfélig. Sőt, már csak 39. Hogyan tudta leszeni Béla? Szállj meg, hát, szomorú! Úgy sincs más! Ameddig összemmel lát, hatig ember van az agórám. De azért még a kisházak mögött elfértek, gyertek nyugodtan. Sikerült a magyar labdarúgásnak felhívni a figyelmet a határon túlélő magyarokra. Tudjátok, hogy hány magyar él az ország határon túl, és hogy ott is született? 5 millió magyar! 5 millió! Gyerünk magyarok! A színpadon még mindig Bárány Attila. Azért most, hogy kijöttünk a hősugárzóknól, itt érezni az, hogy hideg van, nem? Igen. Megmutatjuk, hogy hogy bírja a DJ ezt a hideget. 3 darab hősugárzó. Plusz egy komplet ágyú nyomja a meleget, hogy ne fázzon. És egy a diszkópult alatt is van. Plusz föntről. Még jön a meleg. Na meg folyamatosan ugrál. Köszönünk tőletek, jövünk majd vissza egy kicsit később, egy újabb élő bejelentkezéssel, addig is sziasztok, gyertek le az agórára! Valakinek Attilához lenne kérdés, azt tegye fel bátran, tolmácsolni fogjuk neki.
minket dobtam. Előkerült a lapos üveg Zsolt zsebéből. Van egy olyan formáció, amit az egész világ tisztel, a Stadium X. Hello! Nem fárdol! Nem! Jó meleg van! Nagy Dávid! Igen, itt! Minusz 10 fok, jó meleg! A másik, Williams Kisolt! Stadium X! Most egy picit tényleg elköszönünk. Éjfél előtt jövünk vissza egy utolsó bejelentkezéssel idénről. Köszönjünk, hogy velünk voltatok. Sziasztok! És ezek nem idén zavar.